A NATO főtitkára figyelmeztette Oroszországot, hogy hagyjon fel a haderő összevonással Ukrajna határai mentén, és fejezze be provokatív tevékenységét. Jens Stoltenberg az Észak-Atlanti Szövetség rendületlen támogatásáról biztosította Ukrajnát. A főtitkár Brüsszelben beszélt erről Dmytro Kuleba ukrán külügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. Oroszország jelentős katonai felvonulása indokolatlan, megmagyarázhatatlan és rendkívül aggasztó. Oroszországnak azonnal abba kell hagynia a csapat összevonást Ukrajnában és körülötte. Fel kell hagynia a provokációival és csökkentenie kell a feszültséget, követelte Jens Stoltenberg. Ukrajna nem akar háborút, nem tervezünk semmilyen támadást. Ukrajna a konfliktus diplomáciai és politikai megoldását keresi, mondta az ukrán külügyminiszter. Dmytro Kuleba hozzátette, Ukrajna és nyugati partnerei jobban föl vannak készülve, mint 7 évvel ezelőtt, és Oroszországnak sokba fog kerülni, ha meggondolatlan lépéseket tesz. Egy brüsszeli elemző szerint ez a csapatösszevonás az ukrán határnál arra szolgál, hogy Putyin megmutassa erejét, és azt üzenje, továbbra is hatalomban vagyok, és Oroszország képes sérteni a nyugati érdekeket Ukrajnában. Kijev szerint Oroszország az utóbbi hetekben 40 ezer katonát vont össze a kelet-ukrajnai szakadár köztársaságok határa mentén, és további 40 ezret az általa 2014-ben önkényesen elcsatolt Krím-félszigeten. Moszkva azt állítja, hogy ez csak válasz az ukrán provokációkra.